meg a szót a DK részéről. Igen, hát köszönöm a szót természetesen, ugye, hiszen, mint Csárdi Antal is elmondta, ez gyakorlatilag ez a javaslat, egy olyan javaslat, amit például az általunk javasolt eseti bizottság keretein belül meg lehetne vitatni, hogy kinek hol vannak ebben a határok és mi az, ami elfogadható, de hát természetesen mi ezt támogatjuk. Nem tudunk elmenni amellett, ami Magyarországon zajlik ez ügyben. Elképesztő az, ahogy egyébként a bankok és a végrehajtó irodák, hát tényleg maffia módszerekkel, hát gyakorlatilag kilakoltatják a magyar embereket, a magyar dolgozókat a nagyon nehezen kifizetett, illetve hát azokból a lakásokból, amiknek a hitelét már nem tudják kifizetni, pedig rengeteget dolgoznak. Ugye, mint azt tudjuk, a magyarok dolgozzák a legtöbbet Európában, munkaórában, de hát a béreik azok nem nagyon követik ezt a rengeteg munkát, és ugye azt is tudjuk, hogy a magyar bérek azok jóval, nagyon sokkal kisebbek, mint a környező országokban, pedig a környező országokban jóval kevesebbet kell dolgozni azért, hogy akár egy albérletet ki tudjanak fizetni. Magyarországon ezért is többet kell fizetni, és hát így aztán nem véletlen az, hogy Magyarországról egész egyszerűen elmennek az emberek. Minden olyan javaslatot támogatunk, ami azzal foglalkozik, hogy a magyar embereknek ezt a problémáját meg lehessen oldani. Köszönöm szépen! Köszönjük, képviselő!